Baszki, nem egyszerű felvenni ezeket a dolgokat a földről, he? Na, haló! Szóval, szavaztok, én Gergőben vagyok, és ez egy ilyen setupos videó lesz, de nem setup tour. Nem is tudom, hogy erre lenne-e igény egyébként, már gondolkoztam rajta, csak őszintén, szerintem annyira nem tudok rendet tenni, hogy levideózzak mindent egyszerre. Ez a legnagyobb félelmem, de biztos meg lehetne tenni, vagy biztos meg lehetne valahogy oldani. De eddig úgy voltam vele, hogy nem erőlködöm. Eddig úgy voltam vele, hogy nem erőlködöm, aztán majd meglátjuk. Hát kommentben jelezzétek, hogyha lenne rá igény. Ez egy setup update lesz, egy upgrade, így is lehetne mondani. Lesz egy videó része ennek, amit nem most vettem fel, hanem már régebben. Ugyanis vettem a gépbe még RAM-ot, és arról van egy telefonos felvétel, nyilván a gép nem tudott futni közben, miközben a RAM-ot teszem be. Kicsit bénáztam is vele, de hogy erről van egyébként egy videós összeret, úgyhogy szerintem először tekintsük meg majd ezt a videót, és aztán pedig a mostani folytatódik, mivel hogy jött még valami, ami pedig nem más, mint végre valahára Áványon lesz a fény. Ugyanis jelenleg mutatok meg képeket, vagy nem tudom, valamit lekamerázom, nem tudom még, hogy hogy mutatom meg, de megmutatom, hogy amúgy hogy van a fény, mert Hú. Szóval mondjuk annyiból, hogy a duct tape-es megoldás az igenis működik. Úgyhogy a duct tape-el van amúgy megoldva nekem. Ennek oka nem az, hogy nem tudtam venni állványt, hanem de igen. De hogy nem az ára volt a gond, hanem hogy nem találtam olyat, amilyet szerettem volna. Hogy a mostani olyan-e, ez majd kiderül. Remélem, hogy olyan, amilyet. Remélem, olyan, amilyet tényleg szeretnék. Meglátjuk, nem tudom még. És akkor most két állvány érkezett, úgyhogy a RAM mellett, ami szintén egy upgrade, végre nem fognak leesni a fények, mert hát az egyik az már így áll. De majd ezeket így mutogatom nektek, úgyhogy zseniális. Végre jó helyen lesznek a fények, talán be tudom jobban állítani a streamhez őket, ilyenek, úgyhogy ezekben reménykedem. Egyébként nagyon röviden végigfut, hogy miket használok, mert talán, hát a kérdés akkor a Twitch-en nézzétek meg amúgy a névjegybe. De van egy PC-m, amiről alapvetően streamelek, néha azon is játszom, vagy bármi, de alapvetően az csak streamer gép első körben. Össze is akad. Hát az a baj, azért nem szeretek PC-n játszani, mert össze tud akadni, szóval nem véletlen a nagy streamerek se streamelnek egy gépről, összeakad a Windows-ba dolgok, és akkor az úgy. A megakad a kamera, megakad a hang, nem tudom mi van. Ez most nem tetszik a Windows-nak, az most nem tetszik a Windows, szóval az egy streamer gép, és akkor külön vannak a konzolok, az Xbox Series X, illetve a PS5, és őróluk megy ugye a játszás általánosságban. Nemrégiben volt egy kontroller kibontós videóm, egyelőre ezt a kontrollert itt azóta is szeretem. A Strapa bírósága egy nagy kérdés nekem, hogy megérte ennyi pénzt, majd ezt megtudjuk, folyamatosan ezt használom. Az aksi az nagyon tetszik, tehát nagyon jól bírja, többi meg majd kiderül. Úgyhogy röviden ezeket használom, majd ha lesz setup, akkor meglátjátok a többit, de van itt még néhány monitor, ilyesmi, három darab is, de ezeket mindent tudjátok olvasni. Ha meg tényleg érdekel részletesebben minden, tehát hogy mindenről meséljek, mindenről mondjak el mindent, stb., akkor ezt meg tudjuk tenni egy külön videóban, akkor ezt majd, ha elegen jelzitek, akkor lehet róla szó, hogy nagyon szépre elpakolok, és akkor megcsinálom. Vagy nem. Mármint, hogy megcsinálom, csak nem pakolok el nagyon szépre. De azért általában, hogy okés a rend, csak hát a videóhoz azért akkor tényleg mindent patikára letörölnék, elpakolnék, nem tudom, normálisan nézzen ki. Amúgy meg nem mindig van ideje az embernek ugye azért erre teljes mértékben, de igyekszem rá időt szakítani. Nos, hát túl régóta megy a videó, úgyhogy húzunk is bele, tehát tekintsétek meg akkor a RAM-os történetet, abból vágok egy rövid kis összefoglalót, hogy hogyan raktam be. Az elszólások mestere. Na szóval, hogy a gépbe hogyan helyeztük be a RAM-ot, meg hogyan nem, mert nehezen ment be egy kicsit. Nézzétek meg! Nézzétek meg inkább, én azt mondom. Nézzétek! Na, hát szavaztuk. Ez nem lesz egy nagyon hosszú videó terv szerint, aztán majd kiderül. Nem tudom géppel felvenni, mert a gépen fogunk most szerelni kicsit.
Nem más, mint hogy megérkezett itt valami, ami az új RAM. Úgyhogy van már alapból kettő gépbe, és úgy néz ki, hogy mellé lehet tenni még kettőt, mert ugye ez 4 slotos, 2 8-as van nekem most, és két ugyanolyan 8 gigásot vettem. Úgyhogy ezt fogjuk most kibontani. Igen. Ezt fogjuk most kibontani. És aztán behelyezni a gépbe, és reméljük, hogy minden fasza lesz. Semmi gebasz nem történik. Ez egész gyorsan megjött, annyi, hogy sajnos ugye pont csütörtökön rendeltem. Úgyhogy már nem tudott megjönni pénteken. Pedig express meg minden szállítást bekattintottam. Úgyhogy hétvégére nem jött meg, ezért ez ugye hétfői sztori most. Azt hinnéd egyszerű kibontani, de annyira nem. De próbálkozom. A gépet azért nem mertem elindítani, mert úgy betenne egy ramot, hogy közben megy a gép, az... Az főleg, hogy felvétellel, hát nem hiszem, hogy okos dolog lett volna. Úgyhogy azt nem erőltettük. A becsomagolás az izgalmas, jó. Úgy csomagolták be. Egyszer volt egy ilyen feketében, azt láttátok. Aztán még egy ilyen karton. És ezen belül van. Az biztos, hogy biztosra mentek. Szóval ismétlés. Ami nem baj. Ami nem baj. Most megmondanám, honnan rendeltem, de nem tudom fejből. First shop, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Ott, ahol találtam, de G-skill egyébként. Így nézünk ki most vele. Hát ugye ez hátla, vagy erőlapi kamera, szóval ne várjatok túl nagy minőséget tőle, de na most ez egy ilyen low budget videó, ugye? Vagy hogy mondjam, hogy fények vannak, tehát az van csak. Jó, akkor ezt fogjuk kibontani, ezt a két kis romot, ugyanilyen kettő van még a gépbe, tehát igazából tök mindegy, hogy melyiket hova helyezem el. A kibontás az viszont már egy izgalmas történet. Nem. Nem, mert nézzétek, vannak ilyen kis tapacskák itt, hogy ez egy új szó, hogy most láttam ki. Szóval... Ilyen kis tapacskák itt, hogy... Ezeket ki kellett pöccinteni, és így easy. Easy peasy lemon squeezy lett. Basz. Minden kiesett, nem a ramok. Az nem. De kapunk hozzá egy ilyen hátlap volt. Ez semmi. Kapunk hozzá egy G-skill matricát. Ilyet. Meg egy gskill.com-os ilyen kis sztorit. Nagyon jó. Oké. Okay. És a ramok. Itt is vannak. Így néz ki egy ram. Abból, amit én vettem. Ugye megpróbálom kipattintani. Jó, sikerült. Itt is van. Ő lenne a ramocska. És akkor váltunk egy helyszínt, nem nagyon, mert jobbra megyünk egy fél méter, csak megpróbálok egy kamera szöget keresni, mi jól néz ki viszonylag, és akkor onnan folytatjuk, hogy lássátok, hogy megpróbálom behelyezni. Nem fogom a gépet elforgatni, kiúzni, nem tudom, tehát lekapcsoltam róla az áramot, mármint, hogy a tápnál azt a kapcsolót, tehát, hogy úgy nincs áram alatt, viszont nem akarom szétszedni, meg nem tudom mit csinálni vele. Múlt héten volt egyébként pasztázva a gép, szóval ez megvolt. Meg kitakarítva, ki lett fújva, újonnan minden. Ma fújtam eddig is ki, de ugye nem csináltam még olyat, hogy kivettem a videókártyát például, csak az külön kifújom ilyenek. Úgyhogy ideje volt ennek is. Két darab ilyen ramunk van, erre mindjárt veszek fel pár közelít, aztán mehet is a berakogatás. Na, haló, még élek. Valahogy sikerült. Az elsővel volt a gond, mert a második rögtön bekattant. Az elsőnél meg valahogy egy milliméterrel arrébb próbáltam, vagy nem tudom. Jó, megvan a 4 ramunk, illetve a plusz 2. És
Újra poros ez, meg kell törülni. És akkor most adok áramot a gépnek. Úgy. És megnézzük, hogy mi van, he. Mi van, halé? Itt is vagyunk, akkor láttátok a ramos történetet, és akkor szerintem álljunk is neki annak, hogy itt van ez. Itt van. Ami a Stúdió Eszközök nevű shopból érkezett, nem szponzorva semmi. Ha jól emlékszem, akkor a fényeket is pontosan itt vettem. Most 100%-ra nem mondanám meg nektek, de azt hiszem, hogy pontosan ugye itt vettem a fényeimet is. Gyara ma szét, öcsém. Szép öcsém, gyere szét. Oké. Próbálkozunk. A teteje már megvan. Jó össze van ragasztva. Van-e vastag körmöm, vagy sem? Á, letörik a körmöm. De cserébe lyukat fogok ásni. Vájni. Egy. Tehát, hogy megpróbáltam. Megpróbáltam lehúzni az alsót, nem sikerült. Rajta maradt az ujjam, a baszki. Nem ár. Na várja. Feszíteni kell. Dupla dákóból szimpla dákó lett. Jami? Egyet fogunk szerintem most kibontani, mert a másik az éppen megvilágít engem. Úgyhogy azt valószínűleg nem fogjuk tudni ebben az esetben így megoldani. Viszont most két kamerával veszem, amit biztos észrevettétek, úgyhogy a telefont szerintem áthelyezzük a másik helyre, hogy onnan lássátok, hogy mi történik, jó? Valami ilyesmi fog történni, viszlek titeket, jöttek velem, na? Csak hova tegy? Ott tartottunk, hogy bontsuk ki. Hogy bontsuk ki. Úgyhogy ezt akkor most megpróbáljuk megtenni. Ja, és meg akartam nektek mutatni az eredetit, csak hogy lássátok, most képet nem tudok éppen csinálni, de majd a másikról lövök, de hogy ez a durvább egyébként. De ezt így megmutatom, hogy csak hogy érezzétek, hogy mi a helyzet. Hát, gondolom látjátok, hogy nem túl egyenes. Ez így... Igen. És az ott duct tape, tehát hogy az ott kék és fekete duct tape kombinációja. Elmondom, hogy brutál gombó. De jó bírja, nem azzal volt a baj. Csak hát ugye nem marad egyenes. Nem tud állítani a dőlésszöget, és akkor az egész ide van ragasztva. Hát nem a legjobb. Na most az a helyzet, hogy nekünk olyan feladatunk is van. Próbálok hangosabban beszélni, hogy halljatok közben. Szóval nekünk olyan feladatunk is van, hogy le kéne nekünk ezt vájni a helyéről ám. Van itt egy olló. Gyerek kezében nem való. Dobod-e? És akkor... ezt valahogy így megpróbáljuk megoldani. Valahogy szépen. Megpróbom levágni innen, vagy nem tudom, mert... őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy fogom ezt szépen leszedni, mert nagyon ide van ragaszva. Higgyétek el, hogy nagyon leszeretett volna másni. De hát az évek meg a rutin. Nem igazán tudott leesni, mert nem volt esélye hozzá. Olyan szinten, hát... ha ez nem 15 réteg duct tape, akkor 25. Esküszöm. Az ollót azt... belemártottam a duct tape tengerbe. Nagyon rátettem, figyelj! Azt úgy látja. Ez mondom én, hogy sok réteg? Ez nem néhány réteg, hát ez... hagyjál már! Megvan, officially ez volt rajta, így. De én esküszöm, hogy ez megtartotta. Én esküszöm.
Hát még mindig ragad, nem is kicsit. Na, megvagyunk. Le kéne szépen majd törölni. Le kéne szépen majd törölni ezt, de most ez nem baj nekünk. Majd letörlöm. Most jön az, hogy akkor bontsuk ki az... az új cuccot. Úgyhogy... a szajrét akartam mondani. Na nézzük. A szajrét. Nem bontottam még ki amúgy, mert sem, mert hát egy hete még nincs meg, de már azért megvan jó néhány napja, csak nem bontottam még ki. Mert hogy veletek szerettem volna először látni. Szerettem volna, ha veletek van az első. Így is lehetne fogalmazni, aztán döntsétek el, hogy ez nektek jó-e vagy sem? Hogy velem. Velem töltitek ezt az alkalmat. Na hogy van ez? Vagy hogy nincs? Mi a tök ez itt rajta? Rajta van egy ilyen gumibuszli. Ez mi? Mini pöcs. Takarodj! Ez ilyen izé menetvédő gumibugyó. Gumibogyó szörp. Menetvédő gumibogyó, érted? Na jó. Adom, adom. Hú, de jól néz ki amúgy. Na, nézzük meg, hogy jó-e rá a kamera. Ez egy nagyon fontos, egyébként utána néztem, hogy igen. Így van. A menet tökéletes. Jól gondoltam. Mondom. Utána olvastam, tehát hogy én nem bízok a véletlenbe, utána olvastam egyébként. Na nézzük, hogy kell ezt kinyitni, várjál, mert... Hol? Bújjatok el, lövök! Hocs! Vigyázz, lövök! Vagy vigyázz, jövök! Aha! Jó! Lábikó! Amúgy milyen jó, milyen baromi jól néz ki ez a vörös szín. Leverek valamit mindjárt. Tök jól néz ki ez a vörös szín, úgy szerintem. Menő. Állat. Na, leteszem ide a földre. Na, hozom a mikrofont, hogy... Bár ha másik kamerába is láttok, de legalább halljatok. Szóval... Itt vagyok. Lehet állítani. Méghozzá három állító van. Na. Három állító van. Oda nézd. Kihúzom a pöckömet. Pöcörő. Takarodj. Hova megy ez? Állat. Mikor még egy kicsit magasabbnak hittem, de jó lesz. Oké. Na de várjál, mi történik az aljával? Az miért nem marad úgy? Várjál, az alját is meg kell tekerni. Ilyen állványom még nem volt. Hogy lehet lefixálni az alját, hogy ne nyíljon szét? Mert ez magától amúgy fogja és elindul. Valahogy biztos szét lehet... Szét lehet? Ne szét a lábad, cicám! De pont, hogy ne. Most ne. Ne most! Ne most a videóban, légy szíves! Ezt tekerni kell, vagy? Mert ezt leteszem, és szétmegy a lába. Látod? Hát... Parátnőnek jó lennél, bazd meg, de nekem nem annak kell ezt. Van már csajom! Nem annak kell! Miért nem marad úgy? Hogy kell úgy marasztani? Hogy kell úgy tartani a lábát? Hogy a tetején is még kijön, nem? Ja, még a teteje is megy fölfel, ezt már nem látjátok amúgy, de... Mindjárt megoldjuk. Elaludt közben a gép. Nézzétek, itt a teteje is amúgy, itt van, hello. Ez félreértetőért, ne csináljunk többet. Na, ez a maximális magasság. Elvileg több mint 2 méter. És megmondom nektek, felállok. És... Hát... Igen, olyan 2 méter környéke, amit tud... A mérete, ugye? Olyan 2 méter környéke a mérete. Igen. De a lábakkal még nagy gondba vagyok, mert nem tudom, hogy kell lefixelni a lábát. Nem hiszem, hogy ezzel, de... Próbálkozom. De... Ezzel lehetne? Nézzük. Aha! Tidin! Hallréka! Sikerült! Oh, yes! Na! Megoldottam.
Húzom olyan magas most. Várjál. Várjál, jövök. Pillanat. Megoldjuk. Itt vagyok. Haló, sziasztok, hello. Szia, anya. Dehogy is, na. Szóval, még itt se látjátok, úgyhogy... Hatalmasak a méreteink. Lejjebb hozom. És akkor látni fogjátok. Szóval... Miután nem ragadok bele ebbe a gedvába. Felveszünk a lámpát a földről. És jó beletekerjük. Nincs elug érzékem, vagy mi van, hello? Hallod, a lámpát akartam tekerni, úgy nem ment. Megfogtam a állványt, azt tekertem és úgy ment. Vájj, te mi? Vájj! Na, mindegy. Lényeg a lényeg, meg vagyunk. Innentől kezdve ezt így mutatom. Várjál, leülök. Szóval ezt így tudom használni innentől kezdve, ennél magasabb lesz. Végre lehet dőlésszöget állítani. Tudom sütni a pofámat. Na. Epikus. Epikus! Mondjuk... Gyere, gyere mikrofon le. Gyere, gyere. Azt nem mondanám, hogy nem ragad a duct tape-től, mint az állat, de... Addig jó, amíg... Ezt a mondatot be se fejezem inkább. Nem, itt vagyok újra. Inkább. Visszatérek ide. Na, szóval. Tehát... Ez sikerült intézni. Kinek mit intézett a kormánya? Szóval... Ez az új cucc. Majd pár képet így bevágok róla már használatban, meg amikor már fel van helyezve. Nem tudok nem kétes mondatot mondani ma. Amikor már fel van rakva a helyére. És hát a mai streamben, vagy hát úgy mai, hogy ami gyakorlatilag amikor felveszem, ami mit tudom én hanyadika, április 13, azt majd röhögtök, amikor májusban nézitek a videót. Néha a vágási sebességem az egy konvergára nullához, de nem azért, mert lassan vágok, hanem mert nincs időm vágni. Szóval kibontok még egy ilyen állványt, átrakom a másik lámpát is, aztán a többi dolgot már látni fogjátok. Ha úgy érzem, hogy akarok valami konklúziót mondani, akkor még visszajövök a zárószó után, hanem akkor viszont nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Lesz egy közös kosarazás, nem tudom, kijön a videó még előtte. Április végén, hogyha érdekel Discordon, megtaláld az IRL szobában a részleteket, de ha lekésnél róla, akkor is nyugodtan gyere, mert valószínűleg lesz még későbbi alkalom is. Április 29 azt hiszem a terv nagyjából, de még lehet, hogy mozog. Szóval egy közös, közönség találkozós kosár, ez már a harmadik alkalom lesz, de biztos, hogy lesz még, tehát nem maradsz rá akkor se, ha későbbire jössz. Leírásban megtalálod a Discord szervert, leírásban megtalálsz minden linket, Twitch csatornát, VOD csatornát, mindent, amit csak szeretnél. Nézd vissza a live-okat, nézd élőben a live-okat, gyere nézd a hülye fejem, és nyomj egy szabot, hogyha szeretnél még videókat látni tőlem, ugyanis hát nagyjából heti-kétheti rendszerességgel érkezem, és voltam nemrég Olaszországban is, úgyhogy lesznek olaszországi tartalmak is. Amint rászántam magam, hogy átmásoljam a közel 70-80 giga nyersanyagot, és akkor napi ilyen vlog videószerűségeket majd vágok valószínűleg nektek, de ennél többet ígérni nem tudok. Még kóstolós videó is lesz, mert hoztam egy marék édességet is, úgyhogy mit mondjak még? Nyomd meg azt a gombot, meg a csengőt, a szeló. Legyen szép napod. Nagy cső.